Sziasztok, a mai napon a classzekkel fogunk foglalkozni. A classzek nagyon-nagyon hasznosak lesznek számunkra, ezekkel megbírunk különböztetni majd különböző elemeket, és képesek vagyunk könnyen szerkeszteni őket. Most azért, hogy bebírjam ezt mutatni, létre fogok hozni majd egy H1. Inkább nem is H1-jel, inkább paragraffal fogom, aztán könnyebben látható legyen az első szöveg. Aztán létrehozok még egyet, ezt pedig elnevezem a második szövegnek. Így. Jó, látjátok, hogy van kettő szövegünk. Hogyha én szeretnék hozzáadni valamiféle módosítót, most az, hogy a CSS-ben mit írok, az továbbra is nem fontos. Beírom azt, hogy color blue. Látjátok, hogy mind a két szöveget kékké varázsoltam. Ez nem egy nagy csoda talán, még ebben semmi újdonság nincsen nagyon. A CSS részét majd úgyis később tárgyaljuk, tehát ezt ne is próbáljátok meg annyira megérteni, bár nyilván néztek, az elég logikus szerintem, már most is. Viszont, hogyha én szeretném azt, hogy csak az egyik P legyen más színű, akkor bírok olyat csinálni, hogy P class egyenlőségjel. És elnevezem mondjuk firstnek, mivel ez az első szöveg. Ez egy attribútum. Ilyenekkel már találkoztunk például az encore-nál. Annyi a lényeg, hogy itt a kezdő tegen belül beírjuk, hogy class, és beírjuk a nevét. Ez bírnám akár bármilyen más jellegű. Tehát, hogyha írok egy H1-et, ez egy H1. Ha írok egy H1-et, akkor annak is ott adhatok egy ugyanilyen class nevet. Így. Látjátok, ez még teljesen jó, teljesen működik. Még semmit nem változtattam. Viszont itt csinálok egy olyat, hogy a first az inkább legyen véleményem szerint pink. Egy szép férfias színnel. És látjátok, hogy az a kettő szöveg, amit szerettünk volna, az át is váltott a rózsaszínre. Tehát class-t, az bármi ilyesmi elementhez hozzá tudunk adni. Nagyon-nagyon szükséges, itt a stilizálásnál pláne. És látjátok, hogy játszik könnyedséggel, képesek voltunk ezt az egészet használni. A div klasszoknál azért nagyon hasznos ez, mert lesz az egészet, hogyha beraknám egy div, vagy létrehoznak egy új, nagyobb div szöget, például ebben legyen H1, ez egy div cím, itt berakok egy thematic break-et, csak hogy könnyebben követhető legyen, ez egy div cím, ez pedig egy div szöveg, ami nagyon hosszú, sok karakterből áll. Igen, létrehoztam egy ilyen szöveget. Látjátok, hogy erre is érvényes alapvetően a már feljebb látott kékszínű szöveg, amit a P-ből kapunk. Viszont bírok olyat csinálni, hogy a divnek is adok egy div class-t, és azt mondom neki, hogy ez lesz a black. Ez lesz a... nem black, mert a black az nagyon nem látszódna. Ez lesz a green. Legyen ez egy green. Color green. És látjátok, hogy gyönyörű, szépen, sikeresen felülírtuk ezt a szöveget, amelyeket szerettünk volna. Ezt kitörlöm, mert a P-vel megzavartam. De látjátok, hogy így könnyedén az egész szöveget, ami benne van, azt átbírtam zöldé varázsolni. A paragrafot is, meg a H1-et is. Nyilván ez most nem tűnik egy olyan hú de hatalmas erejű dolognak, de hogyha van egy 800 soros szöveg, és az egészet szeretném zöldé varázsolni, és rengetegféle formátum van benne, tehát H1-ek, P-k, H2-k, H3, H4, meg sok minden más, amit meg tanultunk, akkor tök hasznos lehet az, hogy ilyen könnyedén megbírom változtatni. Nyilván ez nem csak szint tudok majd CSS-re változtatni, hanem szinte mindent, amit ugye elbírunk a valóságban képzelni, vagy amit a valóságban láttunk már. És ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és látjátok, hogy ez a div class megadása, vagy h1 class megadása nagyon-nagyon egyszerű, csak simán egy attribútumba odaírjuk, hogy class egyenlőséggel, majd pedig megadjuk a nevet, amely szükséges.